Perui Norma Rosario igyekezett rávenni a férjét, hogy ne nyújtson kölcsönt az egyik üzleti partnerének. Attól tartott, hogy így elveszíthetik a megtakarított pénzüket. Igaza volt. 6 hónap telt el. José felszámolta a céget és új munkahely után nézett. Ekkora már nem volt mit enniük. Norma pedig nem bírta tovább. Úgy gondolta, hogy gyönyörű házukat is el fogják veszteni, és akár éhen is halhatnak. Ezért férje tudta nélkül elhatározta, hogy mérgezett teát iszik, és véget vet az életének. Teljesen tehetetlennek éreztem magam. Csak az öngyilkosságot láttam megoldásnak. Norma megfőzte a teát, és közben bekapcsolta a televíziót. Megdöbbentette, amit hallott. Azt mondta a műsorvezető, hogy ön most öngyilkos akar lenni, de az élete istené. Norma véletlenül kapcsolt rá a 700-as klubra. Olyan volt, mint egy hideg zuhany. Teljesen kiózanodtam, és elsírtam magam. Felhívtam a képernyőn látható telefonszámot, és akkor tudtam meg, hogy az a 700-as klub. Norma imádkozott telefonon a CBN egyik lelkipásztorával, és befogadta Jézust a szívébe. Azt kérte Istentől, hogy legyen élelmük, és férje találjon munkát. Aznap délután becsöngetett egy szomszédasszony, akit az úr indított fel, hogy hozzon nekik zöldségeket. Nem sok idő telt el ezután, és Hozénak sikerült egy teljes munkaidős állást találnia, méghozzá értékesítés területén. Isten segített munkát találnom, és sikeres értékesítési igazgatóvá válnom. Kemény munkával és Istenbe vetett hitük által Norma és férje teljesen kifizették adósságukat. Ma a 700-as klub támogatóiként örömmel osztják meg másokkal is a reménység üzenetét. Azért adakozom, mert Isten ezen a műsoron keresztül megváltoztatja a hozzánk hasonló emberek életét. Hálát adok Istennek a 700-as klubért.